Guten Abend, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti live adásunkban, ahol elmeséljük nektek, hogy miért csináljuk a 14 nap alatt vállalkozót, mire lesz jó az egész, és hogy miért kellene eljönned egyáltalán. Képzeld, pont most olvasom a Wikipédián, hogy 2002-ben április 14-én indult el az IBIF közösségi oldal. Milyen kicsi a világ, ugye a képzést is április 14-én indítjuk el, akkor tartjuk, egész délután együtt töltjük az időt, és már is jönnek a beköszönések, szia! Hello! Sziasztok, ne fogjátok vissza magatokat! Szeretjük az érdektelen tényeket, ennek Máté a Konezeken királya, de mondtam én is megnézem már, hogy Tibor napján, április 14-én, Tibor napján, mégis milyen izgalmas dolgok történtek. Mik vannak? Ugye? Úgyhogy kifejezetten izgalmas dolog, és ugye ebben jöttek kérdések, hogy pontosan hogyan néz ki ez a rendezvény, illetve hogy akkor mire lehet számítani, éreztük, hogy még néhányan hezitáltok. Éppen ezért abban maradtunk, hogy egy picit beszélünk egyrészt arról, hogy akkor a vállalkozás indításról, másrésztről pedig magára a rendezvényről, mert a kettő nagyon-nagyon közel egymáshoz, hisz a rendezvény témája tulajdonképpen ez lesz. Igen, erősen összefügg. Azért csináltuk ezt a rendezvényt, ezt talán már mondtam az egyik live-ban, de nem győzöm eleget hangsúlyozni, mert szeretnénk segíteni nektek. Ez egy kimondottan olcsó rendezvény, de azért olcsó, mert ez egy olyan non-profit missziót képvisel, hogy mi szeretnénk segíteni nektek abban, hogy elinduljatok azon az úton, amit mi is elindultunk, és ami megváltoztatta az egész életünket. Nem is azt mondom, hogy olcsó, azt mondom, hogy árérték arányban kimagasló. Igen, mondhatjuk ezt is. De 14 rugó azért nem egy olyan világrengető összeg. Április 14-én megtanítunk arra, 14 ezer forint, ezért mondja Máté ezt a kifejezést erre az árra. Tehát 14 nap alatt vállalkozó. Miért 14 nap alatt vállalkozó? Azért, mert minden, tehát 16, ha te eldöntöd, hogy vállalkozó akarsz lenni, akkor az első nap, hogy elindul, és te tényleg minden nap megcsinálod az aznapi házi feladatodat, akkor a 14. napon te olyan vállalkozó vagy, aki jogilag, marketingügyileg, gyakorlatilag szolgáltatásilag minden téren meg tudod valósítani, és el tudsz indulni. Most nem azt mondom, hogy addigra meg lesz az első milliót, nem mondom, hogy kizárt, de egy dolog biztos, hogy egy kulcsakész vállalkozás ott van alattad, mögötted, feletted, ahol éppen szeretnéd, és attól függ, iparága vagy, de egy szó, mint száz, tehát el tudsz indulni, készen vagy, és nem lesznek kérdéseid. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan félünk ettől a világtól. Ugye két eset lehetséges ebben a világban, én talán azt látom. Az egyik az, hogy még sokan nem tudják, hogy mit akarnak, és ez az egyik tábor, a másik pedig már tudja, hogy mit akar, de elkezdett félni ettől, hogy úristen, mi lesz majd vele. Én azt gondolom, hogy az, akik még nem tudják, hogy mit akarnak, azoknak az első és legfontosabb az, hogy van ugye az a kifejezésünk az MVP, ugye a legutóbbi live-unkban Csillik Timur, a rendi.hu alapítója, és nagyon sokat beszélt erről nektek, ugye az MVP az a Minimum Viable Product, mi magunk is szerintem most már aztán egy éve kezdtük ennek a fontosságát hangsúlyozni, tehát egy olyan prototípus, ami még nagyon kezdetleges, de már alkalmas arra, hogy valamilyen szinten felhasználói visszajelzéseket generáljon. Ezt ha meg tudod valósítani, akkor már nagyon jó vagy. És ugye rögtön erre a másik kérdés, hogy jó, de nincs mondjuk erre pénzem, hogy én prototípus tervezzek, fejleszek, rendeljek Kínából demóterméket és a többit. Egyrészt ezt nem hiszem el, mert egyébként a demótermékek rendelése is a kereskedelemben foglalkozol, akkor egy pár tízezer forinttól már elérhető. Nem is a termék drága, hanem maga a kiszállítás. Egyébként pedig, hogyha nincs pénzed, tehát tényleg zéro, tehát annyi pénzed nincs, hogy gyalog hazamenjél, akkor én mindig egy dologgal rendelkezel, ez pedig az időd. És az időd van, ha időd van, akkor pedig el tudsz menni a szolgáltatások világába, ahol azt gondolom, hogy soha nem volt ilyen könnyű érvényesülni, mint most 2018-ban. Igen, az embereknek van pénze, a cégeknek van pénze, minden csak rád vár. Egyébként tényleg nagyon sokszor sokan esünk abba a hibába, én is ebbe a hibába estem, hogy nem, azért nem merünk elindulni, mert nem merjük elhinni azt, hogy az, ami az álmunk, ami a missziónk, abból lehet vállalkozást építeni. És a 14 nap alatt vállalkozónak például ez is célja, hogy az álomból egy MVP-t faragunk, tehát tudjuk materializálni a te álmodat, mint hogy én sem gondoltam volna, hogy az, hogy írni akarok, az egyszer egy médiaügynöki tevékenységbe tud fordulni. És erre meg tudunk tanítani, hogy két hét alatt hogyan érheted el a nulláról ezt az állapotot. De ez nem csak lelki állapotot feltételez, hanem egy jogi állapotot is, egy felkészültség állapotot, de talán ne szaladjunk ennyire előre. Az is nagyon fontos, hogy nem kellettem megijedni, talán az MVP kapcsán, nagyon rövid záró gondolat, hogy nekünk is
már 2014-ben bennünk megfogalmazódott az, hogy mi szerettünk volna egy olyan sikerlabort, egy ügynökséget, akkor mi nem is ügynökségként apostrofáltuk ezt, hanem egy olyan vállalkozást, ami azt a célt szolgálja, hogy ide jönnek vállalkozók, és közösen sikerre viszünk projekteket. Ezt mi nem tudtuk akkor, hogy hogyan nevezzük. Igen. De ez egészen 2014-es sztori, és ez 2017-ben valósult meg, és nagyon sok fejezete volt ennek, a blogolástól kezdve a PR ügynökségen át, az, hogy elkezdtünk utána a digitális technológiákkal kacsingatni, az értékesítéssel kacsingatni, és összesűrűsödött egy nagy masszává ez a tudás, és utána tudtuk ezt mi részvénytársaság formájában ügynökségé konvertálni. Tehát ez egy hosszabb folyamat, de a legjobb ebben az, hogy mi ezt eldöntöttük, és az egyes lépcsőket viszont már, amikor láttuk magunk előtt, akkor el tudtuk azt fogadni, hogy igen, van ennek egy nulladik, egy első lépcsője, egy második, és így tovább. És közben köszönnek nekem, sziasztok, nagyon aranyosak vagytok, Anita, és szia, pont hazaértem. Nagyon jó, hogy hazaértél, szuper, ezért állítjuk be mindig az időzítést, hogy látsátok. Dávid, Natália, sziasztok. Szia! Hát mi találkozni fogunk ugye a képzés a legjobb tudomásom szerint. Így is van. Igen. Így is van. Anitával is találkozunk. Igen, itt van Anita, Juhász, igen. Világosabbra leszem a telefon, nem látom teljesen a kommenteket. Na, a lányok már tudják, hogy ők vállalkozók akarnak lenni, és ez mindenkinek azt ajánlom, hogy legyen az. Hihetetlen szabadságot ad, és például, hogy egy kicsit jobban belemenjünk, tehát hogy például megtanítunk arra, hogy hogyan válasz számlaképessé. És annak idején, mikor mi még azt se tudtuk igazából, hogy mit szeretnénk konkrétan, de már számlaképesek voltunk, ez egy hatalmas előny volt, mert úgy tudtunk szolgáltatni, hogy mindjárt el is tudtuk kérni a lóvét, amit pedig vissza tudtunk forgatni, vagy tudtuk használni. Igen, milyen egy ötlet, és így. Oké. Kicsapod a számlát, azt hagyd szóljon, ennyi. Tehát, hogy annyira gyorsan megy. Tehát tényleg a mínusz egyedik, nulladik lépcső környékén a legnehezebb, vagy inkább a legaggódósabb, és akkor rá is térek arra, hogy van, aki azt mondja, hogy nem tudja, mit akar, a másik csapat, a nagy csapat pedig, akik félnek, mert már lehet, hogy érzik, hogy mi lenne a helyes irány, de nem merik megérni, még tartózkodnak. Igen. És pont azon, nem mondom, hogy ilyen baráti vita volt tulajdonképpen, itt pont a live előtt Mátéval arra beszélgettünk, hogy én ugye azt mondtam, hogy szerintem a félelem az abból lehet, ha valamit nem tudunk, és ő erre mondta, hogy szerintem még van a másik kategória, az a változástól való félelem, és akkor erre van egy ilyen filozófiai indítás, hogy szerintem a változástól való félelem is egyfajta a jövőnek a nem tudása, szintén nem tudással kapcsolatos félelem, de ez a nagyon mély filozófia, és nem ezért vagyunk talán ma itt. Tehát, hogy nagyon sokan meg ettől félnek. Én erre azt mondom és azt javaslom, ami nekem nagyon-nagyon bevált, tudom, hogy mondok kettőt is. Na. Az egyik az az, hogy a megfelelő társak, tehát azt, hogy akkor társak nélkül sehová, és akkor ezt a Lone Ranger effektust, ami valóban nagyon félelmetes, mert azért az erdőbe kimész este sötétbe minden világítás, telefon és egyéb technikai eszköz nélkül elég félelmetes tud lenni, de ott van veled valaki, akkor közben elpusmogtok. Tehát akkor egészen más az érzés. Lehet, hogy a képzésen fogsz találkozni a leendő társaddal. Én gondolom, hogy többen, ez sincs kizárva, azért mégiscsak agilis vállalkozó szellemű fiatalok lesznek összezárva egy egész délután alatt, ezt nem zárhatjuk ki. Tehát én azt gondolom, hogy a társak nagyon fontos, illetve az, hogy a megfelelő tudásanyag birtokába kell jutnod, mert én is akkor nyugszom meg, amíg nem tudom például, hogyan néz ki, most a te cipődbe lépek is, mert nem tudod, hogy hogyan néz ki egy marketingterv, persze, hogy félsz a marketingtől, vagy félsz a Facebook hirdetésektől, vagy félsz a próbatermék, tehát félsz a pénzbefizetési garanciától, egy csomó mindentől félsz, mert nem tudod, hogy milyen, ugye nem tudás, ugye ez a félelem. De hogyha ezt mi átadjuk, hogy ezeket miért jó bevezetni. Ugye ott vagyunk egész nap, és egész délután pontosabban, és egy csomó kérdésre is válaszolunk, a te kérdésedre is többek között. Tehát a nem tudástól való félelmet azt most kilökjük. Tehát ha csak félsz, akkor ezt felejtsd, akkor megkapod azt a tudásanyagot, ami ezt kiváltja. Ha pedig nem tudom mihez kezdj, akkor meg szintén erre tudok neked egy nagyon jó tippeket mondani, hogy mik azok a szolgáltatások ma Magyarországon 2018-ban, hogy a 18-40 között vagy, amiben tudsz belekezdeni. Tudod, mi az érdekes a félelemmel, hogy nem fog megoldódni attól, hogy nem csinálod azt, amit szeretnél. Tehát évekig fogsz gondolkodni rajta, hogy jaj, de jó lenne, de nem merem, mert félek, és az, hogy gondolkodsz rajta, az nem fogja ezt megoldani. Tehát ugyanúgy rettegni fogsz, csak legalább nem csinálod azt, amit szeretnél, és éveket veszítesz el. És én például ugyanígy jártam, és ahogy elkezdett csinálni, nem azt mondom, hogy feloldódik a félelem, csak ez egy más típusú félelem lesz, inkább már az izgatottságból áthajló. Mert lehet, hogy nem mindig fogod tudni, hogy pontosan merre tartasz, vagy hogy pontosan mit csinálsz, de ezt tudod, hogy jó úton vagy, hogy végre ráléptél arra az útra, amire mindig is szerettél volna, és ez szerintem egy hihetetlen érzés, ez mentálisan, fizikailag, mindenhogy. És éppen ezért direkt úgy építettük föl nektek ezt a délutánt,
hogy legelőször is tartunk Mátéval egy-egy előadást, ilyen warm-up jelleggel, egy ilyen alapozó, áttekintő előadást, utána pedig egy videós formátumban megkapjátok, egy ilyen movie, rövid film formátumban, directed by Andy Wynne, ilyen formában megkapjátok tőlünk azt a 14 napnyi tudásanyagot, amit mi nagyon sűrűen, azért közben volt ilyen kérdés is, akik már tudták ezt, hogy miért pont film. Ez azért kellett képzeljétek el, hogy nem így effektíve így mondjuk el minden egyes napot, mert akkor én ismerem magam és Mátét, nem tudnánk olyan röviden frappánsan még egyszer elmondani, hogy meg van vágva. Tehát én neked egy napról egy napig tudnék beszélni, és ugye ez mert nincs fizikailag lehetőségünk, ha csak nem csinálunk egy, tényleg egy olyan 14 nap alatt vállalkozót, hogy 14 napig összezárjuk magunkat. Egyszerűen nem tudjuk ilyen röviden elmondani, ezért mi a legsűrűbb, leglényegesebb, kétszer vettük föl, kérdeztek el, hogy kétszer kellett fölvenni, mert annyira csapongtunk, meg annyira sok mindent akartunk elmondani minden egyes napon, hogy végülis ez Danielnak elég komoly meló volt megvágni szegénykémnek, de sikerült, és utána pedig lesz egy ilyen nagy megvitatása ennek a két hétnek, illetve ezt követnek egy ilyen questions and answers folyamat, tehát kérdések és válaszok, tehát mindent, ami kérdés van, ezt viszont megválaszoljuk, és akkor nem hallgattál 30 percig egy olyan napról, ami lehet, hogy neked tök jól megy, hanem direkt arról beszélünk, ami neked esetleg kicsit nehezebb, vagy nem volt annyira világos. Fontos lesz, és ahogy mondjuk is, tehát, hogy személyre szabott tanácsadást is kapsz a jegyed mellé, mert kétféle jegy van, majd ezt mindjárt elmondjuk, de hogy minden jegyhez jár 30 perc konzultáció, tehát odajössz, két előadás, film, dumálunk egyet, aztán elkezded, és aztán dumálunk még egyszer, amiben igényed van rá. Egyébként meglepően sokan nem veszik igénybe az utalagos tanácsadást, ez az ő felelősségük, de neked jár, és hogyha ott leszel, akkor utána segítünk még egyszer, és hogyha bármilyen kérdésed van, akkor nyugodtan fordulj hozzánk. Igen, az alap beugró, az alapképzés beugrója, az tulajdonképpen úgy épül föl, hogy 14 000 forintért megkapod azt, hogy ott vagyunk egész délután, megtekintjük ezt a videót, illetve kapsz egy munkafüzetet, valamint egy 30 perces digitális konzultációra még jogosult vagy. Hát én azt szoktam mondani, ebben az évben, most nem tudok erre mit mondani, nyilván nem az örökké valóságig, mert 25 év ki tudja, hogy én is már hol vagyok, de összességében mondjuk idén még ezt mindenféleképpen tudjuk neked garantálni, illetve hogyha egy kicsit te ilyen még törtetőbb, vagy még agilisebb, vagy még szeretnél ebbe komolyabban fektetni, hát most a komolyabban kicsit ilyen idézőjelbe értem, akkor a videót is megkapod a képzést, de azt is el tudod vinni magaddal, illetve 14 szuper olyan gyorsítósávot, illetve döntési modellt, amely nekünk rengeteget segített, és nagyon sok bevételt köszönhetünk neki, mert van, amikor nem tudjuk elmondani, mi a helyes irány, és rengeteg ilyen döntési modellt kidolgoztunk, és ebből a 14 legjobbat, az ilyen gyorsítósávokat és szuper döntési modelleket, ezeket megkapott szintén. Ez egy kicsit felárasabb, egy upsell termékünk, hogyha kicsit edukáljunk téged is, és ezzel tudjuk gazdagítani a te életedet. Egyébként azt pont ezt számoltam, hogy olyan durván ilyen 33 ezer forint értékű ajándékot adunk így a képzéshez, tehát azt gondolom, már az ajándék kétszer annyit ér, sőt többet, mint maga az alapképzés, tehát már ezért valaki, ha csak az ajándékot elviszi, már jobban jártál, ugye még, de azért szerintem maradjott a képzésen is. Azért jó egy ilyen határidőhöz tűzött időpont, vagy megvalósulás, mert az ember ígér magának valamit, és aztán soha nem csinálja meg, de hogyha azt mondod magadnak, hogy a francba elmegyek erre a képzésre, és aztán megcsinálom, akkor az sokkal konkrétabb, mint a hát igen, egyszer majd feltétlenül szeretnék vállalkozó lenni valamikor a nem túlzottan távoli jövőben, de ez egy megvalósulási lehetőséget kínál a számodra, mert hogyha eljössz, és aztán meghallgatod az előadást, megnézzük a videót, és aztán kérdezel, megcsinálod, és már is ott vagy, és hogyha tehát a legnagyobb félelem ugye egyrészt a változástól való félelem, másrészt meg az, hogy kockázatot vállalsz. De én azt mondom neked, hogy nem kell feltétlenül óriási kockázatot vállalnod, mert ha egyéni vállalkozó leszel, és olyan típusú adózást választasz, akkor még adót sem fizetsz, hogyha nappali tagozatos hallgató vagy, hogyha meg kisadózó leszel, akkor meg havi 25 000 forint, ami nagy összeg, nem nagy összeg, szerintem azért nem egy olyan megfizethetetlen, hogyha nappal is vagy, hogyha nem, akkor meg drágább, de az álmaidról van szó, amiért egyébként semmi pénz sem lenne drága, és ez meg egy 10 000-es tétel. Miközben tök sokan beköszönnek, szia Laci, Anita, hello, hello. Roland is, szia, illetve Anita írja, hogy várja már a szombatot. Hát én remélem, hogy minél több komment jön majd ezzel kapcsolatosan, ami azt látom, hogy nagyon szépen fogytak a jegyek. Jól állunk ilyen téren, tehát panaszra ismét nincsen ok, tehát igazából
maga a képzés az már nagy sikerrel tud elstartolni, még egy pár, nekem azt súgták itt a srácok, én nemrég érkeztem meg az irodában, még egy pár darab jegy van, érdemes ezekre lecsapni, mert különben tényleg, aki erről lemarad, az kimarad. Nem akarunk fizikai rendezvényt sokat tartani, tehát utána csak digitálisan találkoztok velünk, tehát hogyha mondjuk tényleg van olyan kérdésed, akkor már önmagában ez megéri, mert éppen egy tanácsadást is többért tartunk, mint magát meg ezt a képzést, azért ezzel nem árulok el nagy titkot, majdnem kétszer ennyibe kerülne, hogyha egy órát akarná velünk leülni beszélgetni, tehát érdekes dolgok ezek, tehát ha mások eljössz néhány kérdést föltenni, akkor már jobban jártál. De nagyon fontos ez, és én azt gondolom, hogy a mai világban, ebben a digitális úttörésben, ebben rengeteg lehetőségben, tehát olyan szépen önfenntartó tud lenni valaki, és nem kell hozzá nagy tudás. Tényleg egyébként most pont látom, itt van velünk Mándó Milán is, szia Milán, te is rengeteg vállalkozásokat leírtál már. Nekem azt tetszik benne, hogy nyilván nem olvastam végig mindazt a rengeteget, de azért néhányat én is elszúrtam, vagy kikszúrtam, és volt, amit el is szúrtam. Nekem azt tetszik benne, hogy tényleg volt pár olyan jó gondolat, amit ki is lehet itt emelni, tehát amikor van egy szolgáltatás, az, hogy értesz az Instához, a Facebookhoz, ma már tényleg olyan, és azt hinnéd, hogy a 120 ezredik önálló freelancer nem kapna melót, de kap, tehát kap melót, egyszerűen kap melót, mert van annyi ismerőse, hogy egyszerűen ellátják megbízásokkal. És tényleg csak kifogások, hogy eredmények vannak, nincs középút, köszönjük Edru Matthewsnek ezt a kiváló gondolatot. Úgyhogy csak rajtad múlik, éppen azt szeretem most itt jönni, jövögetnek hozzánk az alvállalkozók, és nagyon sok fiatal lelkes alvállalkozó megfordul nálunk, és mondjuk én is kérdezem, hogy de hát hogy nem, mert hogy olyan komoly multis cégek rohannak utánad, hogy hát bárkit megkaphatnál bármilyen multit, és mondta, hogy nem, ő nem fog beülni, tehát hogy az a fajta szabadság, hogy ő dönti el, hogy 10-kor kell, vagy ilyen kettőig dolgozik, vagy egyik se, tehát attól függ nyilván milyen a cash flow éppen, tehát hogy az a fajta szabadság az felbecsülhetetlen, és itt van karnyújtásnyira is. És azt ne felejtsétek el, hogy én nem minősítem a McDonald's-os melókat, meg ezeket a gyorséttermi láncokat, tök jó biztos valamire, de hogy nincs kitörés lehetőség, ezt higgyétek el. Vállalkozóként eszedbe jut bármi, van a házi pénztárban mondjuk 500 000 forint, amit nem tudsz vele mit kezdeni, mert ott áll a zsé. Na most hol van neked egy alkalmazotti létbe ilyen, hogy cashflow, meg házi pénztár, meg ilyenek? Nem tudsz hova nyúlni, nem tudsz hirtelen elkezdeni kereskedni, új szolgáltatást bevezetni. Nekünk is volt, hogy beesett egy olyan totálisan más típusú megrendelés, és zseniális volt, mi először a Vincent Café-ra szponzorokat kerestünk, aztán egyszer csak mondta egy cég, hogy na, akkor vegyük már át az ő kommunikációs teljes stratégiáját, és így bam, egy nap volt az átállás, mert csak annyi, hogy kitöltöttük a számlát, téptük le, és már ment is a buli. Tehát ezt hogy csináld meg egy gyors étteremláncnál? És hiába értesz hozzá. Ez a hihetetlen fejlődés, amin keresztül mész. Tehát én például annyival másabb ember vagyok, mint aki voltam régen, mert egyszerűen, amikor dolgozol valahol, akkor nem vagy motivált arra, hogy fejlődjél, mert jó, bemész 8-ra, az emész 4-kor, és 8 óra 01-kor jobb esetben már ott vagy, de 16 óra 01-kor már biztos, hogy nem vagy ott, és a maradék időben meg nem akarsz el foglalkozni, mert az a szabad idő, meg a hétvége. És neked jogaid vannak. Neked jogaid vannak. És igen. Az lesz az igazán csodálatos, amikor ráébredsz vállalkozóként, hogy én például most Balatonfüreden tartottunk gyors megbeszélést vitorlázás közben, mert úgy alakult a dolog, hogy szükség volt rá, és ezt nem úgy éltem meg, hogy végre, vagy félbe kell szakítani a szabadságot, hanem ez egy tökre örömteli folyamat lesz, és imádni fogod, amit csinálsz, minden percét imádni fogod, ha hétvégén dolgozni kell, azt is imádni fogod, és nyilván az eredményét is imádni fogod, mert fejlődik az árbevételed, fejlődik a céged, embereket veszel föl magad helyett, hogy csinálják azt, amit te már 100%-osan jól tudsz, és meg tudod tanítani nekik, és te már egy új területre tudsz mozdulni, és egészen mással tudsz foglalkozni. És ez hihetetlen érzés. És tényleg, hogyha gondolsz egyet, akkor médiaügynökből kereskedő leszel. Hogyha gondolsz egyet, akkor kereskedőből, nem tudom, mi lesz a harmadik lépcső, mert még kereskedőből nem lettem más, de hogy azt csinálsz, amit akarsz, és tényleg ez egy hihetetlen szabadság. És mondom, nem csak az időd lesz szabad, meg nem csak a zsebed lesz szabad, hanem a lelked is. Ez pátoszosan hangzik, meg közhelyszerűen, de csak az értheti meg, aki csinálja. Úgy írja Natália nagyon kedvesen, élőben még motiválóbb veletek beszélgetni. Hát nagyon szépen köszönjük, jól esik. Anita írja, HR adminisztrációban dolgoztam, 2 hónap után éreztem, hogy felemészti a kreativitásomat, azonnal felmondtam és nem bántam meg. Igen, ugye Anitára tudni kell, hogy ő itt a Blogger Akadémia képzés, egy korábbi Blogger Akadémia képzésünkön is részt vett, tehát ő azért ilyen téren is azért bontogatja a szárnyait, illetve gondolom, akkor ehhez be fog kapcsolni egy-két újdonság is.
De pont ezek a lehetőségek a legjobbak. Én azt gondolom, hogy ez a leginspirálóbb ilyen téren. Záró gondolatként, záró akkordként, tehát a vincentcafe.hu/képzések menü, almenü alatt éritek el, tehát az a bővebb információkat. Ezekben a pillanatokban jól tudom mindjárt, ami ki is teszi nektek a linket, tehát itt is elérhető lesz, látni fogjátok, hogy hova kell kattintani, maradjatok itt, várjátok meg a linket. Pár jegy van, ezekre érdemes lecsapni, mert még van pár olyan, aki hezitáló, és tudjuk róla, hogy nagyon szeretne, csak még egy visszajelzést várunk tőle. Tehát ne nagyon gondolkodjatok, mert mondom, ez szerintem árértékarányban egy kimagaslóan jó ajánlat. Direkt úgy akartuk ezt nektek belülni, elérhető legyen, de azért még érezzétek a súlyát. Nagyon sok mindent átadunk, lesz itt videózás, videónézés, beszélgetések, kaptok konzultációt, utána sem rohanunk el, visszahúzhattok, fölhívhattok, hogy mi a helyzet, illetve ami még fontos, hogy ha úgy döntesz, akkor még, és van egy ilyen csomagajátunk is, akkor még 14 szuper döntéshozatali, illetve ilyen stratégiai, hát ilyen blueprintet, checklisteket is odaadunk, ami nekünk a legtöbbet segítette. Úgyhogy akkor tudod, maradjunk abban, kedves nézőm, kedves barátom, hogy akkor szombaton 14-én, 14 órakor találkozunk itt Budapesten, hogy végre ne csak kifogásaid lennek, mert nekem nagyon sokáig voltak kifogásaim, és mindenkit tudtam mutogatni, csak nagyon kínos volt ott ülni egy étterembe, és azon izgulni, hogy vajon mennyit kell fizetnem, és vajon a csaj észreveszi-e, hogy nincs nálam több zsé, és hogy én magam olcsóbbat kell, hogy rendeljek. Én még egyszer nem akarok ilyet átélni, én még egyszer nem akarok feszengeni, és éppen ezért ezt a fajta szabadságot szeretném, hogyha te is megélnéd, mert rajtad múlik is, képes vagy rá, csak el kell végre kezdeni. Vedd meg a jegyet, és találkozunk 14-én, 14 órakor. Szia! Sziasztok!